Na, hányos dobott a Ropi? Ő egy terápiás kutya, ami annyit jelent, hogy segít a mozgássérült emberek mozgásában, a mentálisan sérült emberek lelkiállapotának javításában, az autizmusban szenvedő gyerekek korai fejlesztésében, tanulási zavarainkban szenvedő gyerekeken, türelmével és odaadásával egy nélkülözhetetlen társa lesz az embernek a mindennapokban. A kéti óvodások is kipróbálhatták, milyen egy terápiás kutyával játszani. Sőt, Ropi készségeit is próbálta tehették. Utánozták a kutya trükkjeit, és társas játékoztak vele. Ropinak meg kellett keresni a jutalomfalatokat, amit a gyerekek elrejtettek. A kicsik azt mondták, hogy élvezték a játékot, és leginkább Ropi puha bundáját tetszett nekik. A kutya nagyon cuki volt, nem harapott, puha volt a szőre, és ez a játék tetszett a legjobban, ez a társasos. Ropi gazdája azt mondta, a gyerekeknek rendkívül nagy segítség az, ha a kutya kedvesen bánik velük, és türelmesen kezeli a kisebbeket is. Ez az oktató szerint azért hasznos, mert így a gyerekek egyéni sikereket érnek el, és közelebb kerülnek a négylábúak világához. Kutyáink felkészültek arra, hogy bármilyen körülmények között tudjanak dolgozni, és ez akár könyvtár is lehet, ahol rendkívül játékos módon szoktunk a gyerekekhez szólni a kutyák segítségével, rengeteg trükköt tudnak a kutyusok, nagyon sok feladatot hajtanak végre, nagyon sok trükköt csinálnak meg a gyerekek kedvéért, a gyerekeknek, és ez mindig nagyon sokat számít egy kisgyereknek, hiszen egyéni sikereik vannak egy ilyen foglalkozás alkalmával. Nem csak közösen nézik a kutyát, hanem saját egyéni tapasztalatokat is szerezhetnek a kutyusokkal. A kiképzésünk az alapítvány, a Csigabiga alapítvány keretein belül zajlik, ott OK és kutyakiképzőink, habilitációs kutyakiképzőink képzik a kutyusokat, és segítenek nekünk, a kutyák felvezetőinek, a gazdáinak abban, hogy mit csináljunk a kutyussal, hogyan képezzük őket a mindennapokban, hogyan foglalkozzunk velük, mert hiszen ők velünk élnek, tehát ők a család részei. A gyerekeken kívül vannak kollégáink, akik idős otthonokba járnak, idősek otthonába, ott is nagyon jó tapasztalataink vannak. Ezen kívül értelmi fogyatékosokhoz járnak kollégáink, akár súlyos értelmi fogyatékosokhoz is, és lényegében bármilyen, akár tantermi környezetben is. Tehát mi például a Ropival iskolába is járunk, és ott is tartunk a gyerekeknek fejlesztő foglalkozásokat, valamint az alapítványunknál vannak nagyon jó tapasztalatok az iskola előkészítés terén, ahol alkalmazzuk a kutyusokat, alapozó terápiába bevonjuk a kutyusokat, úgyhogy egy igen sokrétű és nagyon színes ez a világ. A programon részt vett települések polgármestere, aki szerint fontos minél fiatalabb korban megtanulni, hogyan kell bánni egy kutyával, és nem utolsó sorban megszeretni az állatokat. Ennek az a célja, hogy a gyerekek minél jobban megszeressék az állatokat, ne féljenek tőlük, illetve barátkozzanak velük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden idegen állatot meg kell simogatni egyből. Itt megtanítják az állatoknak a viselkedésére a gyerekeket, és ezáltal ők is könnyebben fogadnak örökbe, vagy ha kaptak a szüleiktől egy állatot, akkor tudják, hogy hogyan kell velük bánniuk. A terápiás kutyák azonban nem csak a gyerekeken segítenek. Az ilyen kutyák a szellemileg sérült embereknek a legnagyobb segítséget jelentik érzékeik, mozgásuk, koncentrációjuk és magabiztosságuk fejlesztésében, valamint az egyik legmegbízhatóbb társak a mindennapokban.